Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Művészlét minden kedves nézőjét. Jó napot kívánok, Murányi Kovács Anita vagyok. A mai első adásunkban a vendégem lesz Tóth Sámuel Csaba, a Magyar Állami Operaház vezető korrepetítora, karmestere. Nagyon sok szeretettel Én is köszöntelek köszöntelek szeretettel. téged, Samu. Nagyon örülök, hogy eljöttél, és itt beszélgethetünk. Remek érzés ezt kimondani, hogy az Állami Operaház vezető korrepetítora és karmestere vagy. Milyen érzés ezt megélni, vagy ezt hallani, hogy itt rólad van szó? Érdekes érzés, érdekes érzés. Nagyon jó. Úgy érzem, hogy egy nagyon jó helyzetben vagyok, hogy ilyen helyen dolgozhatok, ilyen művészekkel, emberekkel, és tényleg köszönöm a Jóistennek, hogy ez létrejöhetett az én életemben. Az első találkozásunk alkalmával még az első karmesteri vizsgád volt, amikor a meghívón a 91. Zsoltár első két versét olvastam, ezt most felolvasom. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Lehet azt mondani, hogy ez a te életedet kísérő alapige? Természetesen ez azóta sem változott, úgyhogy ez egy nagyon fontos igevers számomra, és ez tényleg kísérő minden napjaimat és az életemet. No, de hát nem itt kezdődött egyből a karmesterséggel a te zeneművészeti pályát, hanem először zongoraművész lettél, illetve művésztanár, és aztán kanyarodott el még a pályád a karmesterség irányába. És hogy mindez hogy történt? Hát ez, hogyha igazán a kezdetekre megyünk vissza, akkor ugye Kolozsvárra érkeztünk egyből, ahol születtél, és ahonnan te származol. Hogyan emlékszel a fiatal gyermekéveidre? Én Kolozsváron születtem, és egészen 14 éves koromig ott laktunk, ott éltünk, és utána édesapám felvételt nyert az operaházba, és az énekarban énekel, mint énekari művész. A Magyar Állami Operaházba, igen. És utána települtünk ki, úgymond, az egész család, és én itt folytattam a Bartók Konziba a tanulmányaimat, a kolozsvári tanulmányaim után. Tehát Kolozsváron is már tanultál zenét, igen, és feltételezem, igen. Hogy a családodban is már hagyományai, hát, voltak a zenélésnek. 6 éves korom óta tanulok én is, és a két testvérem is, van egy húgom, meg egy öcsém, Imola és Pali, és mind a ketten zenei pályán vannak jelenleg ők is, a húgom Győrben zongora kísérő, öcsém pedig a énekes, a Nemzeti Énekarnak a tagja, illetve több-több helyen is fellép szólistaként Pécsen, az operaházban is volt előadása, úgyhogy neki is, vagy még fiatal basszushoz képest, de szépen alakul neki is a pályája. Aha. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy családi hagyományok voltak, és hogy az egész Kolozsváron indult el, aztán Budapesten folytatódott. Amikor te Budapestre kerültél, akkor te már pontosan tudtad, hogy zenei pályát választasz. Hát igen, ez körvonalazódott azért elég szépen, de azért nyilván mindig ott mozgatkál az ember fejébe az, hogy biztos, hogy ez az én utam, és azért voltak kérdőjelek. Bartók Konzi végén, hogy most akkor zeneakadémiára, zongora szakra megyek. Megpróbáltam például, egy hétig voltam hangszerképzőiskolában is, és felvettek, és úgy voltam vele, hogyha Jóisten azt akarja, akkor a zeneakadémiára legyek zongora szakirányra tovább, és hát felvettek rögtön az első alkalom, úgyhogy nem volt kérdés innentől. Onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy akkor mi az én pályám, hogy és mi az én utam. Aha. No, kik voltak a mestereid, és te milyen jelentőséget tanúsítasz a tanári inspirálásnak, egyáltalán annak a felnőtt közösségnek, ami megtart egy fiatalt a pályán, amin elindul? Nagyon fontos, hogy milyen tanáraid vannak, mert nyilván ők lelkesítenek, ők vezetnek, és úgy gondolom, olyanok, mint egy kertész, akik nyesegetik a vadhajtásokat esetleg, vagy éppenséggel mederbe terelnek, és az a jó, amikor,
amikor, és ez most már többször láttam, hogy ha van mit lenyesegetni, mert hozzáadni elég nehéz, tehát, hogy, és én nagyon köszönöm a tanáraimnak, hogy ebben segítettek. Most, hogyha csak a legutolsó 5-6 évre gondolok vissza a karmesteri pályán, ott ugye Medvecki, Ádám, Ligeti András és Ménesi Gergely voltak a Zene Akadémián belüli tanáraim, de ugyanakkor Hamar Zsoltot is említhetném, akinek nagyon sokat köszönhetek az elmúlt évben, aki nyesegetett. Érdekes volt azt megtudnom rólad, hogy az édesapád volt, aki így hagyományá tette szinte a zenét a családban, és hogy ő azért szeretett volna, gondolom, a szülőföldjéhez ragaszkodni, viszont kijelentette, hogyha a jóisten az ölébe hullajt egy olyan lehetőséget, amivel mondjuk Magyarországon kapna ő zenei állást, akkor ezt ő meglépné, hogy elhagyja a hazáját, és ez meg is történt. És tudomásom szerint ezt te aztán utána úgy belevésted a szívedbe, hogy az Úristen a lehetőségeket odaadja, akkor te abba beleállsz, és hogy ez neked egy ilyen vezér gondolata az életednek. Így van, és igyekeztem minden lehetőséget is megfogni, amit úgy gondoltam, hogy segítenek, előre visznek, és mindenre lehetőségként tekintettem. Hát ugye van a közmondás, és egy ajtó bezáródik, akkor kinyílik egy másik. Most én ezt másképp gondolom. A közmondást azt tulajdonítsuk a Jóistennek, hogy az ő vezetése próbál az életünkön kiteljesedni, és ráhagyatkozunk, hogy merre szeretné. És én ezt próbálom, lehet nem mindig sikerül, de abban bízom, hogy a végén azon az úton megyek, amit ő szeretné, és hogyha volt annak is esetleg valamilyen önfejűségben, vagy kikandikálások, az a végén visszatalálunk a helyes útra és mesdjére. Ennek az isteni vezetésnek volt köszönhető, hogy a zongoraművész diplomád megszerzése után aztán a karmesteri végzettségig jutottál el? Mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy közrejátszik, sőt, nagy szerepet tulajdonítok neki, de nagyon sok olyan érdekesség vezetett oda, hogy én ezt elkezdjem, amik nem csupán én nyilván isteni vezetést látok benne, de más meg lehet, hogy nem. Tehát kezdődött ott, hogy ami nagyon érdekes, hogy a gyülekezetben ugye Baka Sándor testvér megbetegedett, szegény azóta meg is halt, és Gellén Kriszta is, aki ketten végezték az énekkari munkát, ő is volt egy sajnálatos bicikli balesete, és ő is úgy hirtelen megakadta a dolog, és nem volt ki folytassa, és picit úgy érzem, így kerültem én ott a képbe, és utána Kriszta segített, tartott órákat is, hogy miként, meg utána is próbált segíteni. Szóval én így csöppentem bele, ami mondhatjuk, hogy egy, nem egy, nem egy, egy ilyen, hogy fogalmazzak, hogy tehát ez nem egy pozitív dolog, de így kezdődött el bennem az, hogy egyáltalán érdekelhet ez a dolog, hogy milyen az, amikor az ember odaáll egy együttes elé, és megpróbál, és vezényel, és megpróbálja terelni őket. Nyilván nekem volt már egy hatalmas előképzettségem, zongora művészként végeztem, tehát nem zenéleg volt ez nekem nehéz, hanem technikailag. És utána az operába is odaállított a kollégáim, mert nem csak korrepetitő, nem csak az a feladat, hogy zongorázza, hanem nincs ott a karmester, akkor vezényeljen is. És akkor éreztem ennek szükségét, hogy ezzel foglalkozni kell, és akkor beadtam a Zeneakadémiára jelentkezésemet, és nem tulajdonítottam én nagyobb jelentőség, mint csak megtanulni kicsit vezényelni, hogy én ezt jól el tudjam látni a szakmámat. De egyre inkább érdekessé vált számomra, és egyre tovább gondoltam, és többet akartam ettől, mint hogy most csak egy próbákon vezényeljek. Azt mondjuk el a nézőknek, hogy az imént a Pest Erzsébeti baptista gyülekezetről beszéltél, hiszen ennek a gyülekezetnek vagy a tagja, és akkor ezek szerint a vezénylésnek az ízét ott érezted meg legelőször, és csak ezután jött az operai lehetőség az életedbe. Mit jelent számodra a gyülekezet közössége?
A gyülekezet, ugye sokszor halljuk azt a közhelyet, mondta, olyan, mint egy család. De ez nem közhely. De ez tényleg így minden jó mellett, ugye nyilván, mint egy családban azért történnek nem csupán jó dolgok is, de ugyanígy mozog egy gyülekezet is, a gyülekezeti élet. Olyan jó, hogy ez egy nagy gyülekezet, tehát, hogy már nem tudunk olyan kis csoportokban mozogni, hogy mindenki tud mindenkiről, de azért megvan mindenkinek az a baráti köre, akivel olyan szoros közösségben van, aki bármikor tud beszélgetni bármilyen dologról is. És ez egy nagyon jó, hogy ott lehetünk, és hogy erre van lehetőségünk. Uh-huh. És milyen szolgálataid vannak mostanában, zenei szolgálatok a gyülekezetben? A zenei szolgálat az minden, ami ehhez zenei szolgálat alatt értünk. A zenekarnak, az énekarnak vagyok az egyik vezetője, Gellin Kriszta mellett. Akkor nyilván zongorázom, kísérem az énekkart, orgonálok gyülekezeti alkalmakon is, amiben tudok, segítek. Hát nagyon jó nekik, hogy ilyen remek szakember áll a zenei szolgálatban, ebben a gyülekezetben. Hogyha viszont a hivatásodra térünk vissza, akkor most lehet azt mondani, hogy az első munkahelyed az operaház, ami egy olyan közeg, hogy egy vegyes társaság, ugye rendkívül nagy létszámmal, rengeteg emberrel dolgozol, ahhoz képest, hogy zongoraművészettel kezdtél foglalkozni, amit tulajdonképpen egy magányos művészeti ág, ahhoz képest most rengeteg embert vezetsz, vagy irányítasz, mondjuk adott esetben, amikor vezényeled őket. Az egyik kérdésem arra vonatkozik, hogy ezt a sokszínűséget hogyan tudod kezelni, és hogy ez vonatkozik arra is, hogy ugye hívő és nem hívő emberek ugye egyaránt megfordulnak az operaházban is, hogy okoz-e az neked esetleg kihívást, hogy mindenkivel megtaláld a hangot? Nyilván okoz kihívást, és szeretnék megtalálni mindenkivel a közös nevezető, közös hangot. Ez persze nem lehetetlenség, de azért törekszünk rá, és próbáljuk ezt elérni. Ugyanakkor beszéltünk arról, hogy egy nagyobb együttes zenekar előtt ott állni, tehát a zene sokszor összehoz minket, bármennyire is hívő, nem hívő, tehát hogy a zenének a gyönyörűsége valahol áthidalja, vagy egy olyan másféle hangot, vagy de most mondhatok ilyen szavakat, hogy szférát üt meg, hogy ez valahol egy áthidaló kapocs a zene, a hívő és esetleg nem hívő ember között. Nyilván igyekszem ezt tudomásukra juttatni, vagy igyekszem úgy viselkedni, hogy ez ne legyen kérdés, hogy én melyik táborba tartozom, de nem mindig könnyű, de azért ezzel nincsen probléma, én úgy érzem. Tehát emberek vagyunk, és elfogadjuk egymást. Ez, ha hívőségről beszélünk, ha nem hívőségről beszélünk. És ezzel azt is kifejezted vajon, hogy a művészetet Isten teremtette, a művészet, tehát nevezhetjük-e eszköznek Isten kezében, hogy az ő üzeneteit közvetítsük. Tehát, hogyha azt mondod, hogy a zene az esetedben a közös nyelv, hogy amivel mindenkihez megtalálod az utat, ezt egyetértesz azzal, hogy Istentől való? Egyértelműen. Hogy itt is jelen van. Van olyan szituáció, mondjuk például egy előadás alatt, amikor olyan helyzetbe kerülsz, hogy hirtelen kell egy kapaszkodót találnod, és az Úrhoz fordulsz, és felteszel egy kérdést, hogy most mit tegyek? Hát előtte folyamatok az Úrhoz. Ott már bízom, hogy egyrészt a rutinban, hogyha valami hiba van, akkor a rutin és a felkészültség az átvisz rajta, és nyilván kérem a jó Istent, hogy fogja a kezem, és akkor úgy haladjunk azon a koncerten, hogy ő ott van, és
részese is ott van mellettem. Mm. És én teljes mértékig biztonságban érzem magam. Sőt, elmondhatom azt, hogy karmesterként sokkal jobban szeretek a pódiumon lenni, mm-hmm. És a zenekar előtt lenni, mint például egyedül a zongoristaként. Szóval mindig is érdekelt a kamarazene, és mindig is nagyon szerettem, de én most ebben nagyon nagy örömöt találok, és számomra most olyasmi, mint többször átéltem, hogy egy koncert után az a flow élmény, ami uh-huh. az embert hatása alá keríti, hogy annyira várom már a következőt, hogy ez mondhatjuk olyan is, mint egy drog hatása alá kerül az ember. Uh-huh. Hogy várja a következőt, és ez nagyon jó átélni ezt az élményt, és uh-huh. nagyon jó közösen tenni és együtt játszani. Uh-huh. És együtt egy zenekarral, egy énekes stábbal és Istennel. Így van. Ezt egyszer egy interjúban azt mondtad, hogy meggyőződésem, hogy a hívő lelkületet a művészpályán semmivel sem lehet pótolni. Az imént erről beszéltél. Igen. Tehát most megerősítetted ezt a korábbi kijelentésedet. Nem lehet pótolni. Nyilván vannak karmesterek esetleg, akik akik nincsenek közel Istenhez, és valami másra próbálják pótolni. Nem mindig szerencsésen, de ugyanakkor vannak olyanok is, akikért imádkozom, hogy annyira értékes emberek, uh-huh. hogy találják meg azt az utat, de ez egy érdekes téma, ez talán egyszer másra, hogy vannak olyan emberek, annyira szeretek, és tudom, hogy nem hívok, de valahol biztos vagyok benne, hogy valahol Isten mozgatja őket, és mozgatja a lelküket, és végén ott leszünk, ahol a lennünk kell. Uh-huh. Egyébként magának, a műfajnak, az operának a szeretete, az honnan jött beléd? Hát nyilván édesapám részéről, ugye mivel Kolozsváron is az operában dolgozott korábban, és utána jött ide a Budapesti Operaházba, ezért azért sok előadáson ültem uh-huh. ott, vagy aludtam gyerekként a széken Kolozsváron, de már gyerekként visszaemlékszem, hogy az iskolába mentünk át próbákra, a gyerekkórusba énekeltem. Igen. Ott az opera gyerekkórusába, és felléptünk előadásokon, például Bohém életre emlékszem. Szóval már nagyon kis gyermekkorom óta ott volt ez a, uh-huh. ez a dolog. Utána meg mivel ott dolgozom, mint korepetitor, ezért egyre inkább erősödött, és valahogy úgy éreztem, hogy ez az út. Hogy ott a helyed. Igen. Igen, és hogy így látható, ahogyan Isten már gyerekkorodban elhelyezte benned ezeket a morzsákat, aztán ment az életednek a folyása, és egyszer csak ilyen rendkívüli módon fel tudta ezt erősíteni az életedben, hogy ilyen nagy jelentősége lett ennek a remek műfajnak. Viszont kibontakozóban van a művészpályádnak egy másik ága, ez pedig a művésztanári ág, a Pécsi Tudományegyetem zenetudományi karának vagy óraadó tanára. Így van. Ez hogy kezdődött? Ez úgy kezdődött, hogy eleinte Kocsár Balázs uh-huh. az operaháznak a főzenigazgatója megkért, hogy segítsek. Lent van a Pécsi Egyetemnek a diákokból álló zenekara, és azt ő vezeti, uh-huh. de nem mindig, nyilván a elfoglaltságai nem engedik meg, hogy mindig ott legyen, és próbáljuk uh-huh. ketten ezt a zenekart építgetni és terelgetni, és egyre inkább úgy érzem, hogy sikeres, nagyon jó kis projektek voltak az elmúlt időszakban. Nyilván a Covid időszak azért az ott is egyértelműen érződött, hogy nem voltak lehetőségeink uh-huh. koncerten vagy operavizsgán részt venni, de így kezdődött, és akkor már rögtön, mivel szakmába vág, vagy operaházban korepetitor, ezért a szerepgyakorlatot tartok az énekeseknek, ami azt jelenti, hogy szerepeket tanulunk be az ott
az ottani növendékekkel. Uh-huh. És ez az úgymond hát pedagógiai, tanári tevékenységed, ez mennyiben különbözik mondjuk az operaházitól, hiszen ott is a korrepetíciók során ugyanúgy foglalkozol már professzionális művészekkel. Igen. Itt vajon előtérbe kerül erőteljesebben a pedagógus hát lét? Ugye, ott is felnőttekkel foglalkozom, igen, meg itt is, hát most azért van egy kis különbség, nyilván nem érett művészek, uh-huh, de előtérbe kerül, úgy érzem. Úgy jellemezi magam, hogy én egy nagyon akarnok ember vagyok, és nem nagyon nem tudom kivárni a meddig. Tehát lehet, hogyha megkérdezzünk most a növendékeket, hogy mit gondolnak, akkor azt mondják, hogy hisztis vagyok, mert nem értem, hogy miért nem sikerült gyorsan ezt megoldani, ezeket a dolgokat. Szóval nagyon türelmetlen vagyok, és lehet, hogy ezen dolgoznom kell még az évek során, hogy ez picit átalakuljon türelmesebbé, ez a türelmetlenség. De a közvetlenséggel, meg a az operázó megszerzett tudásommal próbálom segíteni őket. És hát van az életednek egy másik csodálatosnak mondható területe, a családod. Légy szíves, beszélj róluk. Hát igen, legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor még nagyon egyszerű volt az életünk. Mert csak a feleségedről esett szó. A feleségem. Igen, azóta született két gyönyörű kislányunk, hála jó Istennek, Johanna és Júlia, akikért nagyon hálás vagyok, mert szépek, egészségesek, és nagyon jó így együtt a családdal. Nem mindig egyszerű, sőt, inkább szerintem több nap a nehezebb, ezt inkább a feleségem tudna megerősíteni, mert amikor elmegyek dolgozni, mondtam, hogy én kikapcsolódni megyek, és sajnálom, hogy otthon hagyom a gyerekekkel, de nagyon szép, és nagyon, nagyon aranyosak, és nagyon szeretem őket, tehát, hogy két érdekes lány, kislánynak az apukája lenni, tehát ezt el sem tudtam megképzelni korábban, hogy milyen dolog. Szép feladat. Eszedbe jutott már, amióta ők vannak az életedben, hogy mit tennél, ha művészpályát választanának? Gondoltál már erre? Biztos, hogy támogatnám benne őket, sőt, uh-huh, szeretném is, hogy valamilyen szinten zongorázzanak, vagy valamilyen hangszert választanak, amit picit tanulnak, mert úgy gondolom, hogy az egy nagyfokú nevelést ad, hogy legyen türelmük a finom dolgokhoz, és úgy látom, hogy uh-huh, a Johanna nagyon fogékony, ő a nagyobbik kislányom, 3 éves, nagyon fogékony a zene iránt, a diótörőt azt nagyon szereti, és most télen, ugye nem volt 3 éves, 2,5, és végignézte az utolsó hangig, és tapsolt. Az utolsó pár táncnál már kezdett fáradni, de nem csodálom, ott én is elkezdek fáradni bármi. Úgyhogy nagyon élvezi, és nagyon szereti. Úgyhogy az egy csodálatos dolog. Sőt, most csak, hogy a diplomámra visszagondolok, megkérdezte anyukájától, hogy feljöhet velem meghajolni. Tehát, és feljöhetett? És hát mondtam, természetesen, és hozott nekem egy virágot, és annyira cuki volt, és meghajolt, és úgy maradt, de most már fölemelkedett. Elraboltam sót, de nagyon cuki volt, nagyon cuki volt. És eszméletlen érzés, tehát ez felfoghatatlan, amikor tényleg egy ilyen két cuki kislánynak a apukája lehetek. Nagyon szépen leírtad ezt a történetet. Van egy egészen különleges, számomra különleges hobbid, aminek szerintem nincsen semmi köze a zeneművészethez, de mondta tévedek, és gondolom kitaláltad, hogy az oldtimerek felújításáról beszélek. Hát itt maradjunk az egynél, mert be is fejezzük. Igen. Mert nagyon sok időt elvisz, hát az autók iránti szeretet is, mint a zene iránti szeretet is, nagyon erősen apu vonala. Aha. Úgyhogy autók összenettem fel, mert volt apunak autószerelő műhelye, uh-huh, és hát azóta van ez a hobbi, de nem csak nálam, az öcsémnél is ez nagy mértéket öltött, uh-huh, de
nincs rá idő. Tehát őszintén szóval nincs rá idő. Belekezdtünk már szerintem egy jó 5-6 éve egy autó felújításába, az első autó felújításába. Milyen autóról van szó? Ez egy régi Mercedes. Uh-huh. És azóta is nyaggatom aput, hogy segítsem a befejezni. Már unom ott nézni a garázsba, hogy nincs még kész. Uh-huh. Úgyhogy de lassan. Tavaly azt mondtam, hogy a 40 éves születésnapjára kész lesz az autó, de valószínűleg ez a módosul jövőre, 41-re, egyszer csak kész lesz, nem is értünk sehova vele. Van még valamilyen egyéb szabadidős, kedves elfoglaltságod, akár a családoddal együtt? Hogyan szoktál pihenni? Mivel töltődsz fel? Hát a pihenés az egy érdekes kérdés nálunk. Uh-huh. Nem sok idő jut mostanában erre, bár most pont Balatonra jöttünk haza tegnap, egy 4 napos rövid kiruccanás. Igazság szerint nagyon szeretem a munkámat, de azért próbálom ezt is valahogy beilleszteni. Mm-hmm. Tehát, hogyha tudom, ezt is meg kell csinálni, ezt is, de akkor ez is legyen közte. És erre próbálni tudatosan figyelni, hogy mindig jusson idő a kikapcsolódásra közösen a családdal. Samu, hogyha egy mondattal kellene válaszolni arra, hogy vagyis kell válaszolni arra, hogy szerinted miért teremtette Isten a művészetet, akkor mit mond, mit válaszolsz? Hát, hogy egymás örömét szolgáljuk bele is. Egymás örömére legyünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ebbe a műsorba, és beszélgettél velem. Köszönöm szépen. Kedves nézőinknek is köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, és szeretettel várjuk Önöket a következő műsorunkban is. Viszontlátásra!